Újabb takarékossági intézkedésről döntött a kormány. Az iskolánkban idén hosszabb lesz a téli szünet, ezzel egy időben pedig kormányzati igazgatási szünetet is elrendelnek, hogy így spóroljanak az energiával. Közben már tart a nemzeti konzultáció előkészítése is. Októberben mindenki elmondhatja véleményét az uniós szankciókról. Tari Judit, Titanilla folytatja a témát. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő most a vendégünk. Jó estét! Jó estét kívánok! Kezdjük talán a gazdasági helyzettel. Ugye itt a szlovák kormány, a szlovák elnök már az államcsőd lehetőségéről beszél a megnövekedett energiaárak miatt. Több országban is tüntetések vannak a szankciók ellen, de ennek ellenére az Európai Bizottság elnöke már a 8. csomagról beszél. Van vége ennek az energiakrízisnek? A legegyszerűbben úgy lennének nyugvó ponton ezek az árak, és azzal együtt az egész európai, és ideértve a magyar gazdaság is, hogyha ezeket az értelmetlen szankciókat eltörölnék. Tehát látszik egyértelműen, hogy azok a szankciók, amik az energiahordozókra vonatkoznak, azok elképesztő turbulenciát okoztak a gazdaságban. Gyakorlatilag ezeket a háború miatti szankciós energiaárakat nyögi most egész Európa, és nyögi ideértve Magyarország is. Mindezt ráadásul úgy, hogy egyébként ezt egy nagyon furcsa módon hozták meg megint Brüsszelben, vagy erőltették rá tulajdonképpen a tagállamokra, többek között Magyarországra is. Mi a bőrünkön érezzük, minden kormány a bőrén érzi, ahogy a szlovák kormány is, és közben tulajdonképpen senki nem kérdezte meg az embereket, hogy ők mit szólnak egy ilyen döntéshez. Ha már erről beszélünk, ugye pont tegnap a kormányülési ideje alatt, vagy utána jelentette be Orbán Viktor kormányfő, hogy elindul a nemzeti konzultáció nálunk ugye a szankciókról. Ez hogyan zajlik majd, és hol tart ennek az előkészítése? Elfogadta a kormány a Fidesz frakciónak ezt a javaslatát a nemzeti konzultációról, úgyhogy ezt el fogjuk indítani. Ez most már sorban a 11. nemzeti konzultáció lesz, amiből azt hiszem, hogy látszik, hogy tényleg a legfontosabb döntési pontokban mindig megkérdezzük az embereket, és fontos is nekünk egyrészt az, hogy ők mit gondolnak, másrészt pedig egy még erősebb legitimitást, felhatalmazást ad a miniszterelnöknek is, amikor hát Brüsszelben, mint a mesében a szegény legény és a hétfejű sárkány küzdelme, nagyjából így néz ki most a szankciók helyzete, ha megnézzük az európai térképet. Megint Magyarországnak van elég bátorsága ahhoz, hogy kimondja azt, hogy a király mesztelen, és hogy a szankciók nem működnek. De ehhez azért fontos az, hogy magunk mögött tudjuk az emberek támogatását, az egy sokkal erősebb felhatalmazást ad nyilván a miniszterelnöknek. Úgyhogy október 15-től elkezdik majd megkapni az emberek ezt a kérdőívet, a következő napokban részletes kérdéseket ismertetjük is. De hát ez természetesen a szankciók kérdését fogja körüljárni, ugyanis azt látjuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez csak rövid időre van velünk. Egyáltalán nem biztos, hogy nem abba az irányba megy a világ, hanem avatkozunk közbe, hogy ez a szankciós politika, ez évekre is akár az európai gazdaság része legyen, és ha a szankciók részei lesznek, akkor a szankciós energia és az ehhez kapcsolódó tulajdonképpen szankciós gazdasági helyzet is. Ugye ezek a szankciók az energiapiacon okozzák a legnagyobb problémát. Magyarország energiaellátása biztosított? Biztonságban vannak a magyar családok és a vállalkozások itt nálunk? Ugye két dologról külön kell beszélni. Az egyik az az, hogy van-e energia. És önmagában mi ebben már nagyon jó helyzetben vagyunk, mert nálunk az nem kérdés, hogy van-e megfelelő mennyiségű energia. Ugye a földgáz az, amiben a leginkább függünk a külföldtől, mert abban nem nagyon van saját termelésünk. Villamos energiában például azért annak egy jelentős részét Magyarországon állítjuk elő, de a földgáz tekintetében abszolút függő helyzetben vagyunk. És ezért szerencsés az, hogy egyrészt például visszavásároltuk 2012-ben a gáztározókat, ezért képesek vagyunk egyébként nagyon nagy kapacitásban tárolni gázt Magyarországon. Most is már a fűtési szezonnak tehát erre az időszakban, amit eddig eltároltunk, a teljes éves fogyasztásunk a felét tulajdonképpen ezekbe a tározókba tudjuk be, és ezek fölött tudunk rendelkezni. Ez nagyon fontos dolog. A másik pedig, hogy több irányból is tudunk gázt beszerezni. Például, hogyha Ukrajnában bármi történik esetleg a gázszállítással, amit az elmúlt napok tényleg turbulens időszakai után az ember nem tud kizárni, most láttuk az északi áramlat egyen történteket is, akkor nekünk még mindig ott van például a török áramlat, ahol tudunk gázt szerezni. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy például vannak hosszú távú gáz szerződéseink, ami megint egy kiszámíthatóságot jelent. De ne feledkezzünk el a másik fontos dologról, ez pedig az árkérdés. Tehát az jó, hogy van, na de mennyiért? És a mennyiért kérdésbe játszanak bele sajnos nagyon súlyosan ezek a bizonyos brüsszeli szankciók. Mi azt tudjuk tenni, egyrészt, hogy
kérjük, hogy ezeket a szankciókat gondolja újra majd Brüsszel. Másrészt viszont emellett kőkeményen megvédjük a magyar családokat, szinte erőnkön fölül is, hiszen egész Európában nincs még egy olyan magas támogatás, mint amit a magyar családoknak a magyar kormány átlagosan 181 ezer forint mértékben kifizet. A kormány egyik vagy másik döntése volt, hogy meghosszabbítják a téli szünetet, mert azért itt nem árt a takarékoskodás, illetve az őszi szünet rovására történik ez. Mik erről a legfontosabb tudnivalók, hogy néz ez most ki? Ez úgy fog most kinézni, hogy ezek az őszi szüneti munkanapok, amik eredetek szüneti napok lettek volna, tulajdonképpen megtolják, egy hosszabb téli szünetét teszik a januárba belecsúszó időszakot. Ez azt jelenti, hogy december 22-től január 8-ig tart a szünet, tehát 21-én még mennek a gyerekek iskolába, és 9-én már ismét mennek suliba. Nyilván januárban egy kicsit mások a fűtési számlák, mint mondjuk november elején, úgyhogy ehhez egyébként társul egy közigazgatási szünet is, tehát ott is a közigazgatásban dolgozókat is arra kérjük majd, hogy ebben az időszakban vegyék ki a szabadságaikat, és ugyanúgy ehhez az időszakhoz alkalmazkodjanak. Az a helyzet, hogy ezek a szankciós energiaárak, ezek sajnos ilyen módon már a mindennapjainkban is begyűrűztek. Itt az őszi szünet, téli szünet az ugye központi döntés kérdése. Itt az iskoláknak van egyébként mozgásterük? Olyan értelemben van mozgásterük, hogy természetesen minden iskolának van három olyan nap, nevelés nélküli munkanapnak szokták ezeket nevezni, amivel saját maga tud rendelkezni, tehát megteheti természetesen egy iskola, hogy úgy dönt, hogy ezekre a napokra, amik eredetileg őszi szünetek lettek volna, kiadja, azzal is lehet játszani, hogy kiad új napokat, hogy azt mondjuk később szombati napokon le lehet dolgozni, tehát ennyi mozgástere természetesen van a suliknak. Itt a kormányzati igazgatási szünet az mely intézményekre, hivatalokra vonatkozik majd? Hát gyakorlatilag azokra, akik kormányzati tisztviselők, tehát nyilván a kormányhivatalokban is érvényes ez, minisztériumokban is érvényes ez, de azt is el tudjuk képzelni, hogy lesznek olyan intézmények, akire bár nem érvényes a szabály, de az egyszerűség kedvéért egyébként valószínűleg sokan fognak még ugyanígy tenni, hogy erre az időszakra kivetetik a szabadságokat. Az önkormányzatok helyzetével is foglalkozott a kormány a kormányülésen, nekik is jelentős plusz költségeik vannak nyilván itt az energiaárak miatt. Ezzel kapcsolatban milyen döntések születtek, szó volt a tájékoztatón egy programról? Igen, egyesével meg fogjuk vizsgálni egyébként az önkormányzatok helyzetét, mert ugye például az iparűzési adó okán is, területi elhelyezkedés, és még nagyon sok minden okán az egyes önkormányzatoknak egészen különböző anyagi helyzetük van. Tehát vannak jóval gazdagabb önkormányzatok, akiknek nyilván nem nagyon könnyű, vagy nem észrevétlen kigazdálkodni ezeket az energiaszámlákat, de mondjuk meg tudják tenni, és vannak a önkormányzatok, akik lehet, hogy tényleg szó szerint csőd szélére kerülnének, hogyha ezeket teljes egészében nekik kellene állniuk. Úgyhogy a kormány meg fogja vizsgálni a belügyminisztériummal, illetve az Ipari és Technológiai Minisztériummal közösen, hogy mely önkormányzatoknak milyen mértékű segítségre van szükségük. Szent Királyi Alexandrának köszönjük szépen, hogy itt van. Köszönöm szépen én is.